A járvány Európában továbbra is felszálló ágban van. A járvány kezdete óta Magyarországon 109 ezeren, Európában 8 milliónyian betegedtek meg. Ezzel kezdte hétfő délelőtti bejelentését Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalára feltett videójában. A kormányfő hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sikerült felszerelni a magyar kórházakat a szükséges védőfelszerelésekkel, így elegendő ágy, lélegeztetőgép és maszk is rendelkezésre áll. Hozzátette azonban, hogy az orvosok és ápolók körében kimagasló a fertőzések gyakorisága, így véges a humán erőforrás az egészségügyben. A kormány és az operatív törzs legutóbbi egyeztetésein arra a megállapításra jutott, hogy a kötelező maszkhasználat kiterjesztése önmagában kevés a járvány megfékezéséhez, így újabb szigorító intézkedésekre van szükség. Az országgyűlés kedden dönt arról, hogy a kormány megkapja-e a következő 90 napra érvényes rendkívüli felhatalmazást. A miniszterelnök elmondta, amennyiben a rendkívüli jogrend életbe lép, szerda 0 órától Ausztriához hasonló szabályokat vezet be a kormány. Este 8 óra és hajnal 5 óra között kijárási tilalom lesz. 8 órára mindenkinek haza kell érnie, felmentés csak a munkába, és a munkából hazajárás, illetve rendkívüli esetekben lehetséges. Minden gyülekezés tilos. Az éttermek bezárnak. Csak házhoz szállítás lehetséges, az üzemi étkezdék azonban nyitva tarthatnak. Az üzletek és a fodrászatok és az egyéb kisipari szolgáltatók este 19 órakor bezárnak. A szállodák csak üzleti célból érkezett vendégeket fogadhatnak, turistákat pedig nem. Általános rendezvény tilalom lép életbe. Családi összejöveteleken, magánrendezvényeken legfeljebb 10-10 vehetnek részt. Esküvők csak lakodalom nélkül lehetségesek, az egyházi, illetve a polgári szertartáson a szertartáshoz szükséges személyek, a tanúk, a szülők és a testvérek vehetnek részt. A temetéseken sajnos legfeljebb csak 50 fő vehet részt. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet megrendezni. Szabad téren az egyéni sportolás megengedett, de az amatőr csapatsport tilos. A szabadidős létesítményeket, fitnessterem, fedett uszoda, múzeumok, színházak, állatkertek zárva kell tartani. A felsőoktatás csak online formában működhet, és a kollégiumokat, a felsőoktatási kollégiumokat is be kell zárni. A középiskolákban 8. osztály fölött digitális oktatás lép életbe. Bölcsödék, óvodák és általános iskolák a 14 év alattiak számára nyitva maradnak. A kórházi dolgozókat, az iskolai tanárokat és az óvónőket és a bölcsödei dolgozókat hetente célzottan tesztelni kell, akkor is, és ezt őszintén meg kell mondanom, ha tudjuk, hogy a gyors teszt csak 50-60%-os biztonságot ad. A kormányfő hozzátette, a Kereskedelmi és Iparkamara javaslatára a szállodáknál a zárás utáni első 30 napban a november 8-áig történt foglalások 80%-át az állam megtéríti. Ennek ugyanakkor feltétele az, hogy a munkavállalókat ne bocsássák el, és a dolgozók megkapják fizetésüket. Ugyanilyen feltételhez kötve az éttermeknek és a szabadidős létesítményeknek erre a 30 napra dolgozóiknak nem kell járulékot fizetni, az állam pedig a dolgozók bérének felét vállalja át. Orbán Viktor hozzátette, egyre biztosabb, hogy a koronavírus elleni vakcina néhány hét múlva Magyarországra is megérkezik, addig azonban minden új szabályt be kell tartani, mert csak így védhetőek meg a veszélyeztetett korú és krónikus alapbetegséggel rendelkező honfitársak. Az Emberi Erőforrások minisztere emellett elrendelte, hogy minden egészségügyi intézmény lépjen be a koronavírusos betegellátásba, ebből az is következik, hogy a halasztható műtéteket most nem végzik el.